176 éve született Mikszáth Kálmán, minden idők egyik legolvasottabb magyar írója. A Szklabonyai Emlékházban több évtizedes hagyomány, hogy a születése napján megemlékezést tartanak. Szent Péter esernyőjének szerzőjét a szónokok ezúttal stílusosan piros esernyő alatt méltatták. Mikszáth kisebb-nagyobb kihagyásokkal 25 éves koráig élt Szklabonyán. A települést 1910 és 1920 között nem véletlenül nevezték Mikszáth falvának. A környék lakói az írónak köszönhetően bevonultak az irodalmi öröklétbe. Oleja, Bacsa, Bedeándá és a Cukri kis barony. Szent Péternek hit sajnos idén most nem erre jarró, esernyő, csecsemő fölé rakó, Batyus zsidó, Van Grafcov és Fabricius Antal, Filcsik, Bagi uram, meg az öreg Raksony, sorolhattam itt a végtelenségét. Mennyien vannak még, nem tudom. Szászi Zoltán anekdotázva adott elő az anekdotáiról ismert íróról. Mikszáth karrierje nehezen indult, egyedi stílusa miatt eleinte átfogalmazták az írásait. A Tótatya fiak és a Jó palócok című kötetek hozták meg számára a sikert. A rendezvényen a nagymesélő tiszteletére mese is elhangzott. Balázs Attila a Pajor István gyűjtéséből származó Talált gyerek című mesét mondta. Édes testvér, ez az út, ez magától mutatja, hogy egyikünk jobbra, másikunk balra kell menjen. A Szklabonyai Mikszáth ház 1978-tól irodalmi múzeum, 2003-tól a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumához tartozik. Azóta felújították az épületet, az udvart, a faluban kiállítási paneleket helyeztek el, az állandó kiállítást kétszer is lecserélték, legutóbb 2021-ben. Ez volt a kiinduló pont, Szklabonya, ahol az élményeket kapta, és azt a szeretetet, ami aztán kisugárzik a könyveiből, a szereplőiből, ez mind-mind ebből élt tulajdonképpen, amit itt Szklabonyán összegyűjtött. Az új, játékos, nyitható-csukható elemekkel teli kiállítás egyre több látogatót vonz. Tavaly több mint 3000-en keresték fel az emlékmúzeumot. Magyarország területén van egy határtalanul pályázat, és annak keretén belül nagyon sok diák tudott ide látogatni, valamint van egy utazási iroda is, aki minden hónapban utazásokat indít Mikszáth falva, Széchenyi és Hollókőre. A hely a Magyarországon kiadott Kajla a múzeumok nyomában című gyerekeknek szóló múzeumokat népszerűsítő kiadványba is bekerült, ami komoly reklám. Szklabonya a 30. oldalon található, és nagy örömömre szolgál, hogy ebben a 39 múzeumba belefér Szklabonya is. A múzeum látogató gyerekeknek és kísérőiknek a MÁV-nál és a Volánbusznál utazási kedvezmény is jár, a könyvhöz útlevél tartozik. A bélyegzőket, a pecséteket lehet gyűjteni, ugyanúgy, mint egy hagyományos útlevélbe. A Mikszáth megemlékezést a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Szklabonya község és a Csemadok Nagykürtösi területi választmánya szervezte. A születésnapi kocintás sem maradt el, ez szintén a hagyomány része. A régióban a kulturális év általában Mikszáth születésnapi köszöntésével indul. A Mikszáth kultusz a régióban ma is él. Az utóbbi 3 évben a Mikszáthról rengeteg olvasmány, meg hát a Jó palócokról, a palócságról rengeteg olvasmány volt az újságunkban is, mert 3 évig készültünk a 7. palóc virágtemetkezőre, amíg megvalósult a tavalyi évben lényegében, és azóta 20-tól 23-ig Mikszáth mindig a címoldalunkon volt, alul a jelképe, mert őt tették a palóc virágtemetkező egyik jelképévé. A január 16-ai megemlékezés az Ipoly Balogi Művészeti Alapiskola koncertjével ért véget. Beethoven, Mendelssohn, Michael Jackson, modern, klasszikus és népzene is felcsendült.